Elnök úr, hány sportegyesület részesül támogatásban Magyarországon, illetve Eger számára mit jelent ez a támogatás, és milyen támogatás, milyen összegű támogatásban részesül az Egri Városi Sportiskola? A Sportegyesületek Országos Szövetsége a Magyar Sportegyesületek Szakmai és Érdekképviseleti Szervezete fogalmazta meg azt a szakmai elképzelést a kormány számára, hogy az új koronavírus járvány sportegyesületek működésére is komoly terheket, nehézségeket kifejtő hatásának az enyhítése érdekében. Másrészt a évekkel ezelőtt elindult vidéki nagy egyesület támogatási program folytatása véget, illetve arra való tekintettel, hogy 2021-ben rendeztetik meg a 2020-as olimpia és paralimpia. A felkészülés finisében minél jobb anyagi lehetőségeket tudjunk teremteni a vidéki sportegyesületek színeiben készülő olimpikonok és paralimpikonok számára, hogy legyen egy olyan támogatási program, amelyik a vidéki sportegyesületek COVID-járvány miatt anyagi nehézségeit tudja orvosolni, a vidéki kiemelt egyesületek támogatási programját lehet folytatni, illetve a vidéki egyesületekben sportoló olimpikonok és paralimpikonok felkészülését tudja a felkészülés finisében segíteni. Ezt a szakmai javaslatot elfogadta a kormány, tavaly decemberben év végén született döntés arról, hogy valamivel több mint 2,1 milliárd forint áll rendelkezésre. A keretösszeg felhasználása, felosztása megtörtént. 55 vidéki sportegyesület, összesen 2 milliárd 106 millió forint erejéig kapott már támogatást, összegek jelentős része egyébként már átutalásra is került, már fel tudják használni az egyesületek. Ennek a programnak a keretében az Egri Városi Sportiskola Sportegyesület 70 millió forintnyi támogatást kapott, szimbolikus körülmények között. Ma tudtuk itt aláírni a támogatási szerződést, egyébként már az előszerződés megszületett, a pénz már az egyesület, a sportiskola rendelkezésére áll, de ezen a mai szimbolikus alkalmon közösen el tudtuk mondani, hogy jó helyre kerül ez a támogatás. Az Egri Városi Sportiskola két évtized óta ez egész országos összevetésben a legjobb sportiskolák közé tartozik, és ennek a támogatásnak is köszönhetően bízunk abban, hogy ez segít a koronavírus járvány sportiskola működésére gyakorolt negatív hatásainak a részbeni orvoslásában, illetve segít abban, hogy a 21-es, a 22-es esztendő is magas szakmai színvonalon folyó munkát hozhasson a Egri Városi Sportiskolában. Magyarország kormánya a Sportegyesületek Országos Szövetségén keresztül mintegy 70 millió forintos támogatáson döntött az Egri Városi Sportiskola javára. Emlékszem, annó 20 évvel ezelőtt önkormányzati képviselőként az Ifjúsági és Sportbizottság elnökeként dolgoztam, és megtisztelő számomra, hogy részt vettem a Városi Sportiskola megalapításában, elindításában. Ez egy jó döntésnek bizonyult, hiszen azóta is kiváló szakmai munka folyik a sport területén ebben az intézményben. Engedjék meg, hogy ezúttal is köszönetet mondjak Kovács Géza igazgató úrnak és csapatának, hogy végzik ezt a nagyon komoly szakmai munkát. Eger városában egy sor sportfejlesztés van most is folyamatban. Elég, hogyha csak a Szent Mariai stadionról beszélek, a körcsarnokról, bárányuszodáról, az úszó és vízilabda központról, a felsővárosi edzőközpontról. Ez a mostani döntés és ezek a fejlesztések egyértelműen azt mutatják, annak a bizonyítékai, hogy Eger városa és az egriek számíthatnak Magyarország kormányának a támogatására.